Az eseményen Galkó Tibor, a Borsod-Abói Zemplén megyei Sakkszövetség főtitkára üdvözölte a megjelenteket, közöttük a megmérettetésen induló 80 versenyzőt. Nyíri Tibor Szerencs polgármestere üdvözlő gondolataiban azt hangsúlyozta, hogy az idén 32. alkalommal tartott rendezvény mögött sok munka van, és több előre nem tervezett kihívással kellett megbirkózniuk a szervezőknek. A városvezető fontosnak nevezte ebben a sportágban is az utánpótlás nevelését, és ennek szépsége között megemlítette, hogy szinte nincs két azonos játszma, mindegyik más-más kihívás jelent a játékosnak. 32 éves hagyomány, és itt a megnyitó beszédemben is elmondtam, hogy ha a jelenleg lévő nehéz gazdasági helyzetben a hagyományainkat, önmagunk értékeit tudjuk ápolni, akkor az segít túlélni abban, hogy a nehézség, egyéb irányú nehézségeket is elviseljük. Szerintem egy ilyen a zempléni sakkverseny, amely 32. alkalommal kerül megrendezésre. Kezdetben nem szerencsém volt, de hál' Istennek idejött. Ez mindenféle szempontból segít a város és a város környékének a turisztikai, idegenforgalmi és egyéb nevezetességeinek a elmélyítésében, hiszen tudok róla, hogy nem egy játékos nem önmaga, vagy nem csak a gyermekét kísérte, hanem többen, akár családilag is ellátogatnak, és a 77 résztvevő mellett biztos, hogy 100 felett van az, aki ellátogatott szerencsére, és hát tudom, hogy este szívesen megkóstolják a szerencsibort, nagyon helyesen szívesen ellátogatnak a fürdőbe, esetleg étterembe, és barátkoznak egymással. Nos, a mai elembertelenedett világunkban, ha vannak közösségek, akkor azokat mindenféleképpen erősíteni kell, és mind a városnak, mind Szerencsváros Sportegyesületének törekedni kell arra, hogy nehéz helyzetekben vagy nehéz időkben is megrendezésre kerüljenek ezek a versenyek, mert az emberekben hál' Istennek van igény, és még egyszer mondom, hogy azok a nehézségek, amelyek körülvettek itt az elmúlt időszakban bennünket, Covid, háború, gazdasági válság, azoknak a leküzdésében egy közösséghez való tartozás, egy hagyományos rendezvényen való részvétel, annak az élménye kell, hogy segítsen abba, hogy lássuk a jövőt optimistán. Mindig vannak fiatalok. Balogh Imre bácsi csinálta eddig a sakkszakosztály vezetését. Ő az elmúlt éven korára kérte, hogy mentsen fel a sakkszakosztály vezetésétől. Egy Bodrogkeresztúri fiatalember, Gurály László egyébként, aki a Sakkszövetségnek a főtitkára vette át a szervezői szerepet. Nyilván neki még tanulni kell azokat, ami Imre bácsi és Imre bácsi családjánál, aki rendkívül sokat segített neki, már cselekvési automatizmussá vált, de hál' Istennek itt vagyunk, és úgy néz ki, hogy három kategóriába sikerül három napon keresztül itt tartani, szórakoztatni és versenyeztetni az embereket. Fiatal érdeklődők mindig vannak, ma már van lehetőség arra a nemzeti alaptanterv szerint, hogy sakkot is oktassanak. Egy kiváló elmeerősítő, amire a magyar nemzetnek, Szerencsnek, onnak nagy szüksége van, hogy a jövő ifjúsága is 4-5-6 lépésre előre tudjon tervezni lépéseket a mindennapi életben, vagy sakról legyen szó, vagy bármilyen feladatról, amit az életben meg kell oldanom. Ennek a versenynek körülbelül 500 000 forint a költségvetése. Egy része a nevezési díjakból adódik, de a Városi Sportegyesület 300 000 forinttal szokta támogatni az, hogy itt létrejöjjön ez a sakkverseny, tehát konkrét anyagi ak is szükségesek. Ezen kívül megyei osztályban játszik a csapatunk, ami, ha valaki versenyezni akar, akkor kiváló lehetőség arra, hogy részt vegyen a versenyen, és annak a versenyeztetésnek, tehát körülbelül 800, 900, 1 millió forint körül van az a támogatás, az, amit rá tudunk áldozni a éves működésére a sakkszakosztálynak. Gurály László András, az SVSS sakkszakosztályának vezetője beszédében hangsúlyozta, hogy az egyik szeme sír, a másik pedig nevet. Sír, mert Balogh Imre, a szakosztály korábbi vezetője, a stafétabotot neki adta át, és örül annak, hogy ő viheti tovább a több, mint 30 éves múlttal rendelkező és mára méltán híres rendezvénynek a szervezését.
Ezt követően Kristóf Péter nemzetközi versenybíró és Galkó Tibor országos versenybíró ismertették a szabályokat. Ez egy hétfordulós verseny, ez azt jelenti, hogy 4 napon keresztül tartanak a küzdelmek. A játékidő az fejenként 1,5 óra, és minden lépés után kapnak a játékosok egy 1/2 percet pluszba. Tehát durván összesítve fejenként olyan 2 óra gondolkodási idő van játszmánként. És a végén kialakul egy sorrend, ugye a győzelem 1 pont, döntetlen 0,5 pont, vereség 0 pont, és ez alapján kialakul egy sorrend, és akinek a legtöbb pontja van, az nyeri majd a versenyt, és viszi el a legnagyobb díjakat. 32. alkalommal rendezzük meg a Zemplén kupát. Én 2007 óta vagyok itt főbíró, tehát nekem már a 16. szereplésem, úgymond. Ez egy nemzetközi sakverseny, idén is vannak külföldi vendégeink, Ukrajnából és Szlovákiából is érkeztek sakkozók. Az összlétszámunk az 77, jelenleg ez egy egész szép létszám, ugye mai viszonyokat tekintve 20-an vannak az A csoportban, ez a főcsoport, itt vannak a legerősebb versenyzők, 44 a B csoport és 13 a C csoport, a C-sek a kezdők, illetve a fiatalok. Hát ez már egy hagyományos és nagyon jól megszervezett verseny, tehát a korábbi években Balog Imre úr és csapata szervezte ezt a versenyt, ami országos szinten is mondhatom, hogy kiváló volt. Reméljük, hogy sikerül továbbvinni ezt a hagyományt a következő években is. Tehát kiváló kiegészítő programok vannak, mint például gyorsverseny, úszoda használat, illetve hát maga Szerencs is vonzó a sakkozóknak, hiszen egy szép város, és szeretnék ide jönni. Hát a szerencsi sakkozók, mint ahogy az országban is, sajnos nem lehet azt mondani, hogy egyre többen vannak, ugyanis hát különféle nehézségekkel kell szembenézni az életben, ugye. Maga az internetnek is egy rendkívül nagy elszívó hatása van, hiszen interneten is lehet már sakkozni, tehát otthon ülve tudunk gyakorlatilag versenyeken részt venni. És sajnos, mint az élet más területein is, ugye, egyre kevesebben vagyunk, de ettől függetlenül Szerencs egy szép játékos állománnyal rendelkező egyesület. A megyei bajnokságban ők jól szerepelnek évről évre, és hát vannak most is szerencsi játékosok azért szép számmal. A kupára 3 korcsoportban lehetett nevezni, a rendezvény céljai között szerepelt a FIDE értékszám szerzése, a játék lehetőség biztosítása az utánpótlás számára, a sakbaráti kapcsolatok ápolása és a játék népszerűsítése.